A HBO mindig is híres volt a minőségi sorozatairól, mint például a Mafiózók, a Sex és New York, vagy a Drót. Ezek a sorozatok nem csak a nézők szívébe lopták be magukat, hanem a televíziózás történetében is maradandó nyomot hagytak. Az elmúlt években a csatorna folytatta ezt a hagyományt, és számos kritikusok által elismert sikersorozattal örvendeztette meg a nézőket. Az újabb produkciók is ugyanazt a magas színvonalat képviselik, amelyet a nézők már megszokhattak. Az utódlás szatirikus humorától kezdve, a Sárkányok háza magával ragadó fantasy világáig, a HBO folyamatosan kiváló minőségű műsorokat szállít, amelyek számtalan beszélgetést indítottak el, és világszerte lenyűgözték a közönséget. Ezek a sorozatok nem csak szórakoztatnak, hanem mélyebb gondolatokat is ébresztenek a nézőkben. Ez a siker természetesen óriási várakozást váltott ki a rajongók körében, a kedvenc sorozataik új évadjai iránt. A közösségi médiában és a rajongói fórumokon folyamatosan zajlanak a találgatások és az elméletek a következő évadok cselekményéről. A nézők alig várják, hogy visszatérhessenek a megszeretett világokba, újra találkozhassanak a kedvelt karakterekkel, és megtapasztalhassák a következő fejezetet ezekben a lebilincselő történetekben. Az új évadok mindig új izgalmakat és fordulatokat ígérnek, amelyek tovább mélyítik a sorozatok iránti rajongást. A HBO, tisztában lévén ezzel a lelkes rajongótáborral, gondosan tervezi a legnépszerűbb sorozatai jövőjét, egyensúlyozva a folytatások iránti vágy és a hálózatot meghatározó magas színvonal fenntartása között. A csatorna minden egyes új évadot alaposan megtervez, hogy megfeleljen a nézők elvárásainak. A csatorna tartalomért felelős vezetője Casey Bloys őszintén beszélt a kihívásokról és a lehetőségekről, amelyek ezeknek a népszerű sorozatoknak a folytatásával járnak. Elmondta, hogy a legnagyobb kihívás az, hogy mindig valami újat és izgalmasat nyújtsanak, miközben hűek maradnak a sorozatok eredeti szellemiségéhez. Megérti a felelősséget, hogy olyan történeteket kell szállítaniuk, amelyek méltóak a sorozatok hagyatékához, és elkötelezett amellett, hogy az iparág legjobb kreatív elméivel dolgozzon együtt ennek érdekében. A kreatív csapatok folyamatosan új ötleteken dolgoznak, hogy a nézők mindig friss és izgalmas tartalmat kapjanak. Miközben izgatottan várjuk a folytatásokról és a premier dátumokról szóló híreket, merüljünk el a HBO legjobban várt sorozatainak lehetséges jövőjében. Az új évadok mindig új lehetőségeket és meglepetéseket tartogatnak, amelyek tovább fokozzák az izgalmat. A Fehér Lótusz luxus üdülőitől a Mayor of Easttown csendes utcáig a lehetőségek végtelenek, az izgalom pedig kézzelfogható. Minden új évad új kalandokat és rejtélyeket ígér, amelyek tovább növelik a sorozatok iránti rajongást és várakozást. A Fehér Lótusz Mike White szellemes és gyakran humoros szatírája a gazdag elitről kulturális jelenséggé vált. A sorozat nem csak a nézők, hanem a kritikusok körében is nagy sikert aratott, köszönhetően a mélyreható társadalomkritikának és a lenyűgöző karakterábrázolásnak. A sorozat első két évada, amelyeket Hawaiin és Szicíliában forgattak, magával ragadta a közönséget érdekes karaktereivel, lenyűgöző látványvilágával és csípős társadalom kritikájával. A helyszínek nem csak a történet hátteréül szolgáltak, hanem szinte önálló karakterekké váltak, gazdagítva a narratívát. A rajongók most izgatottan várják, hogy lesz-e harmadik évad, és ha igen, a világ melyik szegletébe kalauzolja el őket. A sorozat hívei remélik, hogy újabb egzotikus helyszíneken játszódó történeteket láthatnak majd, amelyek tovább mélyítik a karakterek és a társadalmi helyzetek ábrázolását. Casey Bloys lelkesedését fejezte ki a Fehér Lótusz újabb évada iránt, kijelentve, hogy a csatorna teljes mértékben támogatja Mike White vízióját. Bloys szerint a sorozat egyedi hangvétele és stílusa különleges helyet foglal el a televíziós kínálatban. White, aki éles elméjéről és az emberi viselkedés iránti kiváló megfigyelő képességéről ismert, mestere a lebilincselő, a közönséget megszólító történetek megalkotásának. Munkássága során mindig is arra törekedett, hogy a nézőket elgondolkodtassa és szórakoztassa egyszerre. A humor, a dráma és a társadalom kritika ötvözésének képessége tette a Fehér Lótuszt igazán egyedülálló és felejthetetlen filmes élménnyé. A sorozat képes volt egyszerre szórakoztatni és provokálni, ami ritka kombináció a mai televíziós palettán. Bár a lehetséges harmadik évaddal kapcsolatos részletek még szűkösek, White utalt rá, hogy érdekli az új kultúrák és társadalmi dinamikák felfedezése. Az új helyszínek és kultúrák bemutatása lehetőséget ad arra,
hogy a sorozat továbbra is friss és izgalmas maradjon. Azt is felvetette, hogy a sorozatban a karakterek rotálódhatnának, és néhány ismerős arc potenciálisan visszatérhetne a későbbi évadokban. Ez a megközelítés lehetőséget adna arra, hogy a nézők újra találkozhassanak kedvenc karaktereikkel, miközben új történetek bontakoznak ki. Ez a megközelítés lehetővé tenné a Fehér Lótusz számára, hogy friss és kiszámíthatatlan maradjon, folyamatosan változó képet festve a gazdagságról, a kiváltságokról és az emberi természetről. A sorozat így továbbra is releváns és izgalmas maradhat a nézők számára. A Fehér Lótusz harmadik évadának esélye igen magas, és a rajongók izgatottan várják a folytatásról szóló híreket. A sorozat iránti lelkesedés nem csökkent, sőt, egyre nő, ahogy a nézők kíváncsian várják, hogy milyen új történetekkel és helyszínekkel lepik meg őket. Mike White vezetésével a nézők újabb évadnyi szellemes írásra, felejthetetlen karakterekre és elgondolkodtató társadalomkritikára számíthatnak. White kreatív zsenialitása biztosítja, hogy a sorozat továbbra is magas színvonalú és izgalmas maradjon. Csak az a kérdés, hogy hova repít minket legközelebb a Fehér Lótusz. Az új helyszínek és történetek felfedezése izgalmas utazásra hívja a nézőket, akik alig várják, hogy újra elmerülhessenek ebben a különleges világban. A Hatalmas kis hazugságok, Lian Moriarty bestsellerén alapulva, azonnal szenzációvá vált, amikor 2017-ben bemutatták. A sorozat sztárokkal teletűzdelt szereplőgárdája, élén Reese Witherspoonnal és Nicole Kidmannal erőteljes alakítást nyújtott, életre keltve egy összetett történetet az anyaságról, a házasságról és a látszólag tökéletes életek felszíne alatt rejlő sötét titkokról. Bár a sorozat első évadát minisorozatnak szánták, hatalmas népszerűsége miatt elkészült a második évad is, amelyet 2019-ben tűztek műsorra. A rajongók most izgatottan várják, hogy vajon a Monterey ötök újra összeáll-e egy harmadik évadra. Witherspoon és Kidman is lelkesedésüket fejezték ki a Hatalmas kis hazugságok világába való visszatérés iránt. Arról is beszéltek, hogy mennyire fontos megtalálni a megfelelő történetet, amely méltó lenne a karakterekhez és a sorozat hagyatékához. Ennek a történetnek a megtalálása azonban kihívást jelentett. Casey Bloys elismerte, hogy milyen nehézségekbe ütközik egy olyan sorozat, mint a Hatalmas kis hazugságok visszahozása, különösen a keresett színészek zsúfolt időbeosztása miatt. Azt is hangsúlyozta, hogy mennyire fontos megtalálni a megfelelő kreatív csapatot a történet folytatásához, utalva arra, hogy nehéz lehet megismételni az első két évad varázsát az eredeti showrunner David E. Kelly részvétele nélkül. Bár a Hatalmas kis hazugságok harmadik évada bizonytalan, a lehetőség nincs teljesen elvetve. Ha a csillagok együttállása és a megfelelő történet megjelenése esetén a rajongók még láthatják a Monterey ötök visszatérését, hogy újabb titkokat leplezzenek le és eligazodjanak összefonódó életük bonyolultságában. A Mayor of Easttown, amelyben Kate Winslet alakítja a címszereplőt, egy zaklatott nyomozót, aki egy gyilkosságot vizsgál kis pennsylvániai városában. A sorozat nem csak a bűnügyi rejtélyek kedvelőit vonzotta, hanem azokat is, akik mélyebb, emberi történetekre vágynak. Lebilincselte a közönséget izgalmas rejtélyével, hiteles karaktereivel és Winslet lenyűgöző alakításával. A sorozat minden epizódja újabb rétegeket tárt fel a karakterek életéből, és a nézők minden pillanatban együtt éreztek velük. A sorozat sikere a lehetséges második évaddal kapcsolatos találgatásokhoz vezetett, és a rajongók izgatottan várták a híreket. De a készítő, Brad Inglesby óvatosan nyilatkozott Máre világának újabb felkereséséről. Szerinte a történet lezárása fontos volt, és nem akarta elrontani a sorozat varázsát egy esetleges folytatással. Inglesby kijelentette, hogy a Mayor of Easttown-t minisorozatnak szánta, és vonakodik attól, hogy pusztán a népszerűsége miatt készítsen második évadot. Tudatában van annak, hogy a sorozat hatása a lezárt történetből fakadt, és nem akarja ezt azzal gyengíteni, hogy